A pétánk francia eredetű játék, elsősorban a mediterrán vidékek lakóinak kedvelt szabadidős elfoglaltsága. Ma más sportákként tekintenek rá, népszerűsége hazánkban is egyre nagyobb. 22 éve van Magyarországon szövetség, azóta versenyrendszer van belőle, de egy viszonylag szűk réteg játsza. 300, csúcsidőben 500 igazolt versenyzőnk van. Viszont szabadidősportként több ezeren játszák. A megyében 3 helyen működik szakosztály, a veszprémi játékos csoport jelentős része várpalotai. Nagy örömömre szolgál, hogy a Veszprémi Honvéd Sportegyesület pétang szakosztályának egyharmada várpalotai. És pontosan ezért azt választottam, hogy a heti 2 edzés közül az egyiket itt tartjuk Várpalotán, hogy a itteni tagjainknak ne kelljen mindig bejönni Veszprémben. IFI kategóriában a várpalotai játékosok évek óta szép eredményeket érnek el. Hát tavaly országosan elért a csapatom 2. helyezést, előtte 3. lettünk az országosan. Megyein viszont 2. lettünk mindig. 3 vagyunk, 2 lány, 1 fiú, Szabó Dalma, Cafit Regina és én Tóth Dániel, és már 3 éve együtt vagyunk egy csapatban. A keddi verseny házigazdája az Egészséges Palotáért Egyesület volt. Évek óta próbálunk egyre több sportrendezvényt tartani, hiszen az Egészséges Palotáért Egyesületnek a nevében ez is bent van. Kezdtük a olimpiai ötpróba versenysorozattal, aztán már a 3. éve mi tartjuk a városi tájfutódiál bajnokságot, és hát személyes ismeretségem révén kerültem én személyesen kapcsolatba a pétánkkal, mint sportággal. Hál' Istennek egyre több diák kapcsolódott be a Várkerti iskola. Most egy kicsit összemosom az egyesületet, meg a Várkerti iskolát, mert jó magam is mind a kettőben tevékenykedem. Hát ez körülbelül 5 éve volt, amikor János elkezdte az edzéseket, és azóta kinevelt itt Várpalotán egy olyan csapatot, aki rendszeresen dobogós helyezést ér az országos diákolimpián. Volt már országos bajnokcsapatunk, a tavalyi évben egy 2. helyezést ért el az egyik csapatunk. És ebben az évben éreztem, hogy eljött az idő arra, hogy az egyesület is részt vegyen ebben a munkában, felvállaltuk a területi diákolimpia megrendezését. A versenyre 2 megyéből 21 csapat érkezett. A csapatok 6 korcsoportban mérkőztek egymással, a pályákat és a játék tisztaságát versenybírók ellenőrizték. Végül a következő eredmények születtek. A 2-es és 3-as korcsoportban a Bánaladár általános iskola, valamint a veszprémi Bátori István általános iskola csapatai jutottak tovább. A 4-es korcsoportban a Bátori, a Várkerti és a Szilágyi Erzsébet keresztény általános iskola csapatai bizonyultak a legjobbnak. Az 5. és 6. korcsoportban a veszprémi közgazdasági szakközépiskola, az ipari szakközépiskola és gimnázium, valamint a Túri György gimnázium triói mérkőztek a legeredményesebben. A felsorolt csapatok részt vesznek a május 28-án Sárváron megrendezésre kerülő országos pétánk diák olimpiai döntőn.